Köszöntöm a Köztér valamennyi nézőjét, jó estét kívánok! Mai adásunkban rendhagyó módon a kulturális sokszínűség kerül a középpontba, hiszen ezen a hétvégén zajlik országszerte a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozata. A szombati napon az események vidéki központja Székesfehérvár lesz. Számos eseményre invitáljuk majd önöket, hogy pontosan mikre is, arról jöjjön most egy kis összeállítás ízelítő. Országszerte több száz helyszínen kínál programokat, helyben van a sokszínűség mottóval február 2-a és 4-e között a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat. Idén először három kiemelt helyszíne is lesz a rendezvénynek. Február 2-án Budakeszin indul útjára a Kultúrházak éjjel-nappal, szombaton a nagyvárosok közül Székesfehérvár lesz a figyelem középpontjában, a kis települések közül pedig Hidasnémeti. Székesfehérváron a Művészetek Háza Balázsnapi Vendégség helyben van a sokszínűség címmel egésznapos programmal várja a látogatókat február 3-án szombaton 10 órától 22 óráig. Az intézmény munkatársai több blokkal készülnek, remélve, hogy a színes, változatos programban minden érdeklődő kedvére tud majd válogatni. 10 órakor a legkisebbeknek szóló egy kupac kufli címmel magyar családi animációs film vetítéssel kezdődik a program a Barátság moziban. 14 órától a játszótárs játékkészítő műhely szokásos farsangi játszóházzal várja a gyerekeket és szüleiket. A gyerekek ezúttal a Grimm mesék közül a Széttáncolt cipellők című történettel ismerkedhettek meg, majd miután meghallgatták a mesét, a történet helyszínét és szereplőit alkothatták meg. Belerejtettem olyan elemeket, amik nincsenek ebben a mesében, és a gyerekek ugye, ha jól figyelnek, akkor mindjárt ki tudják emelni ezeket a részeket, hogy ez nem így volt, az előbb nem ezt mondta az Emma néni, csak utána pedig ehhez készítünk illusztrációkat, pillanatnyilag a várat készítjük el, ugye, mert ebbe két vár is szerepel, az öreg király vára és a 12 királyfinak a vára, és mesés szereplőket, királylányokat, királyfikat mi lehet ehhez a dologhoz még készíteni. A mesevarázsra még Budapestről is érkeztek fiatalok. Békartos Tamara művészeti iskolába jár, a foglalkozáson bemutatta az eddig tanultakat. Tanultuk a színátmeneteket, sötéttől világosig, vagy világostól sötétig, és nagyon szeretem a színeket. És a kedvenc színem a kék. Több szülő és nagyszülő tartotta fontosnak, hogy az őszi szünet alatt a gyerekek részt vegyenek a foglalkozáson. Nagy élménnyel fog innen távozni, otthon a szüleinek erről mesélni, mert szeret nagyon rajzolni, színezni. Szerintem jó kis foglalkozás. 15 órától kezdődik a Kákics zenekar és Gáncs Kata interaktív gyermek műsora és táncháza a földszinti aulában. A nap folyamán két kiállítás is látható a Művészetek Házában. 10 órakor Sejem Álmok címmel Ballag Emma textilművész növényi festékkel festett kendőiből nyílik kiállítás a földszinti aulában. Az alkotásokat Kemendi Ágnes növényi festő szakíró ajánlja a jelenlévők figyelmébe. 17 órakor Kocsis Balázs szobrászművész nyitja meg a Mobillal másképp című rendhagyó fotókiállítást a Nagy Ottó Sándor kiállító térben közreműködik Hajnal Roland zsiráf. A szervezők képző és népművészeti programokkal is készülnek erre a napra. 14 órától a Derkovics képzőművészeti kör Festvelünk programján a képzőművészet iránt érdeklődő látogatók próbálhatják ki magukat, kreativitásukat a Művészetek Háza kiállító termében. A nap technikája az akvarell. Ugyancsak 14 órától látogathatóak az intézmény nyitott műhelyei. 16 órától az egészséges táplálkozás lesz egy előadás témája. Szintén 16 órakor kezdődik a rendhagyó csajosest, amelynek témája a változtatás, erősségeink felismerése és hasznosítása saját életünkben. A kézművesek házában hagyományőrző mesterek mutatnak be és tanítanak szövő, bőrműves, csuhé, csipkeverő, textilműves fogásokat. Itt láthatók azok a tárgyak, amiket el lehet készíteni. Ezeket a bőrből készült tárgyakat készíthetik az érdeklődők Hídvégi Miklós mesterműhelyében. Szütyőt csináltak, különböző kulcstartókat, amit táskáknak a húzózár végére is rá lehet tenni, hogy könnyebben meg lehessen fogni, nyitni, zárni a táskákat. Azon kívül a hölgy csinált magának egy karkötőt, és ugyanolyan mintázattal, ugyanazokból az anyagokból egy nyak díszt, vagy nem tudom minek lehet nevezni, ugyanolyan szélességű és ugyanolyan
mintázattal. Az asszony műhelyben is gyorsan dolgoztak a kezek. Plüssmackók készültek az unokák nagy örömére. Remélhetően az unokáim majd örülnek neki. Hány unokája van? Kettő. Fiú, lány? Két fiú, hát a maci az fiúknak is jó. Kis aranyos maci készül. Ülni is tudtunk. Megvan már esetleg az, hogy kinek készít, illetve hogy hol lesz a helye? Magamnak készítem. A helye? Hát majd úgy teszem, hogy mindig lássam. Bodáné Fenyve Zsuzsa irányította a munkát. Filcből, textilanyagból, valamint kisgombok felhasználásával készültek a mackók. Február 2-a, úgyis közeledik ez az időjósló nap, ezért gondoltuk, hogy macit varrunk, és úgy látszik, hogy sikerült az asszonyokat becsábítani, és hát gondolom, hogy ajándékba vagy unokáknak ki minek szánja, vagy van, aki saját magának készíti. A Kultúrházak éjjel-nappal program keretében a különböző szakmák mesterei tartanak bemutatót a kézművesek házában. Míg a Malom utcában, farsangoló táncházban robhatják a családok. Farsangi mulatságra várja a családokat február 3-án szombaton az Alba Régia Tánc Együttes. A táncházban 17 órától kézműves foglalkozások lesznek, majd népi gyermekjátszóra várják a kicsiket. Ezt követően táncházi mulatság kezdődik a Galiba zenekarral. Rengeteg program lesz hétvégén a Szabad Művelődés házában is. Február 3-án 18 órától éjfélig várja a látogatókat a Terkel Lajos bemutató csillagvizsgáló. A csillagászati ismeretterjesztés 60 évvel ezelőtt kezdődött el Székesfehérváron. Valami különleges égi esemény, egy napfogyatkozás, holdfogyatkozás, Vénusz átvonulás, vagy valami érdekes néznivaló, egy üstökös, vagy egy bolygóállás, akkor meghirdetjük, és van, amikor itt több százan állnak sorba a lépcsőn, hogy eljussanak a távcsővéig. A csillagra 30 cm átmérői távcsővével a Holdon akár 1 kilométeres részleteket is megpillanthatnak a látogatók, de a legérdekesebb látnivalók között szerepel a Jupiter a holdjaival és felhősávjaival, a Szaturnusz a híres gyűrűrendszerével, illetve a nevezetes Orion köd. A bemutatók rossz idő esetén sem maradnak el, emellett vetítéssel egybekötött előadások, beszélgetések és szakkörök során hozzák közelebb a csillagokat. Az Öreghegyi Közösségi Házban szintén február 3-án 18 órakor óperetest kezdődik Szabó Noémivel és Kovács Szilárddal. Nem csak a hétvégén várják színesednél színesebb programok Székesfehérváron az érdeklődőket, de folytatódnak a Szent István Király Múzeum kiállításaiban is az ingyenes tárlatvezetések. Február 5-én, hétfőn 17 órakor egy ilyen programra invitálják az érdeklődőket a Hanyatló Szárnyaló című kiállításon. Párkányi Rapp Péter szobrászművész és Filip Sándor festőművész részvételével. A tárlat egyébként az idén 50 esztendős Párkányi Rapp Péter eddig munkásságát, művészeti alkotó életének elmúlt 30 évét összegzi. Több rétegi utazásra invitálják a fehérvári Csók István képtárba látogatókat. Párkányi Rapp Péter eddigi pályáját összegzi a Hanyatló Szárnyaló címet viselő kiállítás. Szerettem volna létrehozni most az 50. szülinapra, illetve erre az évre egy olyan kiállítást, ami összegzés számomra, illetve egy bemutatkozás a nézőközönségnek, a nézőknek arról, hogy hol tartok most, mi történt eddig, és vajon merre tovább. Miként gondolkodik Párkányi Rapp Péter a világról, hol tart most? Hát nem könnyű kérdés. Kicsit aggódva nézem. Ugye beleszülettünk ebbe a borzasztó 20. századba, illetve abba a borzasztó 20. században is úgy vártuk, hogy ezen túl legyünk, és az összes rosszat és borzalmat így magunk mögött hagyjuk, hogy valami újat, valami jobb jövőt, illetve jelent alakítsunk ki, vagy legyünk részt benne. Nem indult zökkenőmentesen ez a 21. század. Hát nyilván itt felelőssége van nagy politikának, és
az egyéneknek együttvéve. Mi művészek tesszük a dolgunkat. Van egy indítatásunk, van egy elkötelezettségünk, illetve elméletileg, vagy akár gyakorlatilag is, jó esetben van egy fogyasztó közönség, akinek mi dolgozunk, dolgoznánk, bemutatkozni szeretnénk. Vannak hullámvölgyek, amikor erre kisebb az érdeklődés, vagy bizonyos esetekben egyáltalán nincs érdeklődés, nincs fogyasztó réteg. Például tudjuk, hogy a háborúk idején a muzsák hallgatnak. Hát most szerencsére itt egy optimális állapot vagy helyzet részese lehetek én is ennek a kiállításnak kapcsán, amit itt Székesfehérvárba létre tudtunk hozni, illetve összehoztuk a várossal, a kurátorral, és hát valamit szeretnénk ezzel elindítani, hogy más városok, vagy kiállító helységek ezt a koncepciót vagy gondolatot esetleg folytassák. Nyilván a világ változásaira, vagy a világ kérdéseire a művész reflektál. Ez nálad hogyan fogalmazódik meg? Hát tulajdonképpen szerintem ez talán még egyszerűbb, mert egyszerűen benne élünk, a világban éljük az életünket, és nem is feltétlenül arra figyelünk, vagy arra figyelek, hogy reflektáljunk, hanem egyszerűen működünk, létezünk. A művész ugyanúgy alkot véleményem szerint, mint ahogy a civil ember levegőt vesz. Tehát tulajdonképpen nekünk, vagy nekem ez az alkotás, a létrehozás, a tárgykészítés lételemem, hogyha ezt nem tudom művelni, akkor rosszul vagyok, akkor fulladozok. Szerencsére a munka folyamatos, és hát természetes ezáltal, hogy mivel itt élek ebbe a korba, ebbe a társadalomba, ebbe az országba, így óhatatlanul vagy direkt azokra a dolgokra válaszolnak műveim, amik körülvesznek bennünket. Mik azok az alapvető témák, ami téged foglalkoztatnak, amiket feldolgozol az alkotásaidban? Hát tulajdonképpen először ott kezdeném, hogy az eszköz mi, vagy a téma is az eszköz, az ember, tehát az én munkáim figurális központúak, ami pedig tulajdonképpen átvitt értelemben érdekel az útkeresés, illetve az ember útja, akár az egyéni, akár a társadalomé. Itt ebbe a kiállításba, ebbe a bemutatkozás keretében tulajdonképpen több típusú mű, vagy több típusú téma található, amik között azért mindig van átfedés. Tehát egyrészt az emberi útkeresés, másrészt az eleve elrendeltetés, hogy mi dolgunk van nekünk itt a Földön. És különböző eszközökben is kipróbáltad, vagy kifejezési módokban is magad kísérletező alkat vagy? Hát tulajdonképpen mindig, tehát hogyha csak szobrot csinálok ott és az anyag használatban, mindig elém kerül valami új dolog, ami érdekes, amit ötvözök egy másik anyaggal, de valóban a műfajok között is átjárogatok, illetve tulajdonképpen ezeket a műfajokat próbálom így összesimítani, vagy simulnak össze ők így maguktól a munka folytán. Itt a kiállításon szobrok láthatóak, ceruzarajzok, grafikák és fotók, és hát tulajdonképpen ez a fotó az, amire szerintem gondoltál, hogy egy új műfaj, tehát hogy ez a kísérletezés. Valóban egy kb. 8 éve készítek fotókat. A kiállítás meghívóján az látható, az lett felírva, hogy Párkányi Péter szobrász, művész, fotóművész. Én ettől egy kicsit berzenkedtem,
amikor a kurátor kitalálta, Otton kurátor kitalálta, hogy ez lesz kiírva, én jeleztem, hogy én nem tartom magam igazán fotóművésznek, én továbbra is szobrásznak tartom magam, vagy képzőművésznek. Ő ezre nagyon frappánsan válaszolt, hogy muszáj, hogy kiírjuk ezt a címet, hogy a néző, aki a plakátot olvassa, az tudja, hogy mit talál bent. De minden esetre ezek a fotók ez számomra közelebb áll még mindig a szobrászathoz, mint a fotóhoz vagy a fotóművészethez, hiszen olyan a tárgyakat, olyan képeket hoztam létre, amiket nem fotós szemmel kerestem. A fotó, véleményem szerint a fotóművész, ő keresi a pillanatot, ő mindig, úgy gondolom én, tehát mint idealista, a nyakába a fényképezőgépe jár, és folyamatosan komponál fejbe, vagy komponál a gépével. Én nem a pillanatot keresem, én megcsinálom a témát, amit aztán a végén rögzítek egy fotóra, de minden esetre ezek ilyen szoborfotók. A tárlatot folyamatosan kísérik interaktív tárlatvezetések is, ahol a látogató, a művész és a kurátor segítségével kap teljesebb, árnyaltabb képet. Kialakul egy olyan dialógus a művész és a befogadó között, amely inspiráló mind a két félnek. Úgyhogy ez nagy öröm szerintem mindenkinek, főleg így, hogy ennyien vannak. Székesfehérvár, ez egy fantasztikus hely, mindig rengetegen vannak, és nagy-nagy siker. Úgyhogy köszönjük a városnak. Nem ez az első alkalom, hiszen ez most már egy hagyományos programelem itt a tárlatban. Mik voltak a tapasztalatok, mik érdeklik leginkább az ide látogatókat? Hát ugye a kortárs művészet a korunkról szól, azokat a problémákat veti fel, vagy azokat reflektál, amely minden embert foglalkoztat. És hát ez egy olyan ügy, amiről kell beszélni. Nagyon egymásra hatnak ezek a folyamatok, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy izgalmas. Akár érdemes lehet többször is eljönni egy ilyen programra, hiszen pont ebből adódóan, hogy mindig más a befogadóknak a közege, talán egy-egy tárlatvezetés is más tud adni. Teljesen más. Szóval maga ahhoz képest, hogy a kiállítás ugyanaz, egészen más fénytörésbe, más megközelítésbe kerülnek a műtárgyak, más-más gondolatok vetődnek fel, úgyhogy minden alkalommal mi is élvezzük, én bízom benne, hogy a látogatók is. A kiállítás három térben is elkülönülő tematikus egységre tagolódik. A földszinten a korábbi évek munkái, az úgynevezett élethajók jelennek meg. A második szakrális térben a hét fő bűn és a hét erény, illetve a rózsafüzér által szimbolizált Krisztusi út jelenik meg. Ez pedig már a harmadik helyszín, ahol többek között a művész mozgó zenélő szobra is láthatóak, így az Ars Poetica címet viselő alkotás is. Most idejöttünk egy olyan szoborhoz, aminek a címe az, hogy Ars Poetica. Tulajdonképpen ebben a műben két irányzat egyesül. Volt nekem korábban egy sorozatom, ami a Gondolkodó címet viselte. Hát Rodin után szabadon, tehát talán nem árul kell titkot, hogy elmondom, hogy ez egy parafrázis. Parafrázisként jött létre tisztelgés egy nagy szobrász előtt. És ebből, tehát ez a felső rész az, ami a Gondolkodó szoborként született, és végül hozzá költöttem egy ilyen szerkezetet, amivel tulajdonképpen a szobrászat határain egy kicsit túl szerettem volna lépni, még a két érzékszervet vontam be ezáltal, a tapintást, tehát ezt meg lehet érinteni, ezt meg lehet tekerni, egy mechanika elindul, mozog, és a tekerés mozgatás által egy hangélményt kapunk, tulajdonképpen ez egy zeneszerkezet. A harmadik egységben a teremtés misztériumát járja körbe Párkányi Rab Péter, bemutatva a hagyomány és innováció kettősségét.
Maradjunk továbbra is a Szent István Király Múzeumban, ahol egészen június 30-ig látogatható a főutcai épületben a 3. Béla király teste Fehérvárot nyugszik című kiállítás, amely egyébként tavaly a Székesfehérvári királyi napok idején nyílt meg. A kiállításban május 30-ig rendszeresen tartanak ingyenes tárlatvezetéseket, legközelebb február 7-én lesz erre lehetőségük, majd ebben a hónapban még 21-én szintén lesz egy ilyen jellegű program. . 1848. decemberében a Székesfehérvári királyi bazilika romjai közül kerültek elő Béla és Anna földi maradványai. Ez a látvány fogadta 1848. decemberében a régészeket, akik 5-én először Anna királyné, majd 12-én Béla király földi maradványait tárták fel. Hogy egy minden másolat, minden rekonstrukció, tehát a mintegy 160 centis törékeny asszony és a mintegy 190 centis daliás férfi csontváza sem eredeti, mert ezek a csontvázak jelenleg a Mátyás templomban találhatóak. Harmadik Béla és felesége nyughelye volt az egyetlen olyan királyi sír, amit nem bolygattak. Csak a szerencsének köszönhető, hogy a törökkori sírrablásokat is érintetlenül vészelte át. 169 éve kútfúrás közben fedezték fel a királyi sírhelyet, benne a királyi jelvényekkel. Ennek a tárlatnak elsősorban az a különlegessége, hogy harmadik Béla, ha úgy tetszik, székesfehérváriságát, vagy legalábbis székesfehérvári kötődését domborítja ki, uralkodói érdemei mellett az embert kívánja bemutatni, illetve utóéletét és újra felfedezését. Hiszen amikor 1848. decemberében feltárták harmadik Béla király és első felesége Antiochiai Anna sírját, itt az egykori bazilika romjai között, akkor egyszersmind ők voltak az első árpádházi és egyetlen árpádházi uralkodói pár, akiknek a személy azonossága teljesen bizonyos. Mi látható itt a kiállítótérben? Itt a kiállítótérben egy igen részletes történelmi tárlatvezető mellett látható például az a sírrekonstrukció, amelynek a látványa 1848. decemberében a feltáró régészek elé került a föld alól. Láthatók a rekonstruált csontok és a sír kép kedvéért a sírmellékletek másolata is elkészült. Viszont, ami még nagyon fontos, hogy 169 év után először most láthatóak újra eredetiben, külön tárlókban azok a sírmellékletek, halotti koronák, harmadik Béla halotti kardja, sarkantyú, egyéb királyi ékszerek, amelyeket a feltáró régészek 1848. decemberében megtaláltak. Ezeket most restaurálás után a Nemzeti Múzeum bocsátotta rendelkezésünkre. De úgy is mondhatnánk, hogy megtalálási helyükhöz képest hazatértek ide most Székesfehérvárra, Magyarország Árpád-kori fővárosába. A tárlat emberi közelségbe hozva mutatja be Nagy Béla királyt és 7 gyermeke édesanyját, Annát. A királyi sír rekonstrukciója családfa, filmek és komputertomográf felvétel harmadik Béla és Anna királyné koponyájáról. Ezek mind megtekinthetőek a tárlaton. De a most újra rendezett kiállításon látható a királyi pár sírjaiban talált halotti jelvények 1848. évi előkerülésük óta először. Szegény Anna királyné hagyatékából csak a halotti korona és egy gyűrű maradt, ami ellenállt mondjuk ugye az évszázadoknak, de mindez legalább, ha látványát tekintve kicsi is, de jelentőségét tekintve annál nagyobb. Hiszen ezek eredeti tárgyak, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az egyedül azonosítható árpádházi királyi pár földi maradványai mellett talált halotti ékszerek és uralkodói jelvények. Az 1196-ban elhunyt harmadik Béla király földi maradványai mellett fellelték halotti koronáját, kardját és jogarát. Emellett egy nyakára helyezett erekje tartó mellkeresztet, egy körmeneti, avagy zarándok keresztet, gyűrűt, karperecet, valamint egy pár sarkantyút. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár televízióban, akkor majd a város költségvetése kerül a középpontba. Számítok a figyelmükre akkor is, viszontlátásra, kellemes időtöltést kívánok!